Önök az Emplén Televízió csütörtök esti híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Már is mutatjuk főbb híreinket. A mozi digitális felújítására nyújt be pályázatot Sátoraljaújhely önkormányzata. Elkészült, a panelprogram keretében újítottak fel egy lakótömböt Sárospatakon. Jótékonykodás, televíziót kapott az Erzsébet Kórház szülésznőgyógyászati osztálya. A Sátoraljaújhelyi mozi digitális felújítására szeretne pályázni az önkormányzat. A testület szerdán döntött arról, hogy a város pályázzon a most kiírt ártmozi támogatásra. Jelenleg egy külsős vállalkozó szervez nyilvános filmvetítést a színházteremben, mert a régi gépek már nem alkalmasak az új filmek lejátszására. A mozi megújítására a tervek szerint 17 millió forintra lesz szükség, ennek kétharmadát fedezi a pályázat. A Sátoraljaújhelyi moziban hosszú ideje nincs már vetítés. A bemutatókat azért szüneteltetik ebben a teremben, mert a filmforgalmazók ma már csak digitális formában sokszorosítják a filmeket, azok levetítéséhez pedig új, modern technikai berendezés szükséges. A mozi digitális megújítására szeretne pályázni a város, erről döntöttek tegnap a képviselők. 12,5 millió forint a felső határ annak a pályázati pénznek, ami elnyerhető. Erre adjuk be a pályázatot, de a beruházás, a beszerzés az viszont 18 millió forint körül összeget jelent, tehát egy 5 millió forint, erős 5 millió forint önerőt kell biztosítani hozzá. Ezt a képviselőtestület mai döntésével elhatározta, hogy a következő éven a költségvetés terhére biztosítja, és a pályázatot pedig benyújtja. Így az ártmozi program keretén belül, amennyiben a város nyer, akkor a Művelődési Központ mozitermébe egy olyan hang és képtechnika kerül kialakításra, amely a 3D-s filmek lejátszásától kezdve egy igazán nagyon komoly színvonalat tud biztosítani. A mozit most egy nyíregyházi vállalkozás működteti Sátoraljaújhelyen. Vetítés csak a színházteremben van. Arra külön odafigyelnek, hogy a felújított nézőtérre sem ételt, sem italt ne vigyenek be a látogatók. Ártmozi pályázat segítségével újította fel filmszínháztermét a Sárospataki önkormányzat is. Ott a tavaszi újraindulás óta egyetlen hónapban mennek annyi a moziba, mint korábban egy év alatt. Naponta van filmvetítés, így nem csak sikerfilmeket, hanem magyar és külföldi művészeti alkotásokat is bemutatnak ott. Az idei télen már élvezhetik áldásos előnyeit a modern hőszigetelésnek azok a lakók, akik részesei voltak a panel programnak Sárospatakon. A nyáron kezdődött a felújítás, amelynek részeként hőszigeteléssel látták el a több évtizede épült tömböt. A fejlesztés mintegy 15 millió forintos költségét a lakók, az önkormányzat és a magyar állam közösen biztosították. Ennek a lakásnak az ablakán olvasható, hogy eladó. Tulajdonosa vélhetően több pénzt kaphat érte, mint korábban, hiszen nemrég a panelprogram keretében felújították ezt a tömböt. A Sárospataki lakótelepen található házakat még az elmúlt években korábban kiírt pályázat keretében korszerűsítették. Most már jobb energia megtakarítással számolhatnak az ott élők. A városrész képviselője örül a megvalósult beruházásnak. 2009-ben adták be ezek a lakók a pályázatukat, és most 2013 végén, 2014 elején kaptak arról értesítést, hogy nyertek. Így természetesen ekkor az önkormányzatunk is hozzátette azt az úgynevezett egyharmad részt, ami a megvalósításhoz szükséges volt. A programban a költségeket harmados megosztásban fizették. Egyrészt az ott élők álltak, egyet a helyi önkormányzat 4,1 millió forint értékben, a fennmaradó harmadot pedig a magyar állam. Nagy szükség van az évtizedekkel korábban, főként iparosított technológiával készült épületek felújítására, mondja az alpolgármester. Ugye 35-40 éves épületekről van szó, és tudjuk ugye, hogy közös lakásokról, lépcsőházakról, társasházakról van szó. Itt nincs más lehetőség, tehát az egyéni felújításnak nincs lehetősége. Itt össze kell fogni a lépcsőházaknak, és csak ilyen programok keretében tudják megoldani ezeket a felújításokat. Sikor Attila arról is beszélt, hogy a 2014-20-as uniós pályázati rendszerben módosított formában, de várható olyan pályázat, amelyben a régi társas és panelházak fűtés, valamint energetikai korszerűsítése valósulhat meg.
Idén az Erzsébet Kórház szülész-nőgyógyászati osztályának vásárolt televíziót a Sátoraljaújhelyi Rotary és a Sárospataki Női Kiwanis Klub. A két jótékonysági szervezet hosszú évek óta közösen támogatja karácsony közelettével a nagy egészségügyi intézményeket. A támogatást igyekeznek mindig egyszerre fordítani olyan eszközökre, amelyekre az adományban részesülőknek valóban szükségük van. A Sátoraljaújhelyi Kórházban kezelt gyermekekhez érkezett meg először a Mikulás. A Rotary és a Sárospataki Női Kiwanis Klub közös ajándékát hozta el idén is a nagyszakállú. A csomagokért cserébe a gyerekek énekeltek, verseltek a télapónak. Az édességek mellett a két klub fejlesztő játékokat is ajándékozott a gyermekpszichiátriai osztálynak. Ez hagyományosan a Mikulás napjához kapcsolódóan a két szervezet együttesen adja össze az erejét és próbál megsegíteni a kórháznak és az újszülötteknek, illetve a gyermekekhez kapcsolódó fejlesztési eszközök beszerzésében. A két szervezet a támogatásra szánt összeg nagyobb részét a szülész-nőgyógyászati osztályra fordította. A nekik szánt ajándékot képletesen tudták átadni az osztály dolgozóinak, hiszen a megvásárolt televíziót már felszerelték a folyosón. Elsősorban oktatófilmeket, szüléssel, gyermekgondozással, szoptatással kapcsolatos videókat szeretnének ezen keresztül bemutatni az édesanyáknak. Több mint 20 éve megy már az osztályunkon a Baba Barát Családközpont a szülészeti tevékenység, aminek már az elején indítottunk felkészítő programokat, ugye az együttszülés, családtagok részvétele, a roomingének és babák kint léte, és a folyamatos anyateljes táplálásra, szoptatásra való felkészítésként már 20 éve voltak anyagaink videón, tévén, amit mutattunk be az osztályon. Tehát ezek tönkrementek, elhasználódtak, és egy ideje szünetel ez a szolgáltatás, mert nem tudtunk beszerezni ugye tévékészüléket. Mindkét szervezet több helyen is segít még az év végén. A Rotary Klub tagjai a Sátoraljaújhelyi Fogyatékosok Nappali Ellátó Intézményét látogatja meg hamarosan, a női kivaniszosok pedig forralt bort és teát osztanak, és támogatókat gyűjtenek a pataki adventi vásáron. A Sárospataki Önkormányzat szervezésében idén is megrendezték a Mikulás Kupa úszóversenyt. Ez az utóbbi években az egyik legnagyobb tömegsport eseményé nőtte ki magát a városban. Végardófürdő medencéje ezúttal is kiváló helyszíne volt a versenynek. A fiatalok jól ismerik a vizet, hiszen sokan itt tanultak meg úszni. Több úszásnemben mérhették össze tudásukat azok a fiatalok, akik részt vettek a hagyományos Mikulás kupán a Sárospataki végigadó fürdőben. A város által szervezett versenyt a környék szinte valamennyi iskolája jegyzi és fontosnak tartja. A megmérettet is egy jó próba is, mondják a tanárok. Tulajdonképpen annak a tárgyi lehetőségnek, fizikai lehetőségnek az eredménye, hogy rendelkezik a város egy úszodával, és ez adja annak a lehetőségét, hogy minden éven a Mikulás Kupa megrendezésre kerül. Nagyon sok jelentkezővel, ez egy tömegsport rendezvény, egy örömrendezvény a gyerekeknek, de mégis azért eredménycentrikus, és valamilyen szinten felvezetése a diákolimpiának, ami egy előfelmérő lehetőség is a gyerekeknek és az intézményeknek. Az úszást oktatók szerint a tanulók kiegyensúlyozottságát is nagyban elősegíti az úszás lehetősége. A mozgás az a gyereknek is öröm, megtanul egy új világban létezni, a vízbe mozogni, a felszabadult lesz, mert könnyebben is mozog, mint a szárazföldön, úgyhogy mindenképp építő a gyerekeknek. A fiatalok több számban is megmérettethették magukat, amihez persze komoly felkészülésre is szükség van. Minden héten, kedden, csütörtökön, meg néha eljárok máskor is, 1 kilométert szoktam leúszni. A Mikulás kupát követően hamarosan újra vízbe ugorhatnak majd a fiatalok, hiszen a Diákolimpia sorozatában is nem sokára elérkezik az úszók megmérettetése.
Hagyományos adventi gála műsorára készül a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola. Idén nem csak a művelődés házában, hanem a legnagyobb külső telephelyükön, Cigánd városában is megtartják a rendezvényt. Ilyenkor minden tanszak bemutatkozik, a zenék és a táncok az advent jegyében kerülnek színpadra. A két rendezvényen több mint 500 gyermek vesz részt. Számos programmal segíti azon települések iskolái december hónapban is a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola, ahol kihelyezett képzéseket tartanak. Az alapítványi iskola kötelékébe több száz gyermek tartozik, néptáncot, társas és modern táncot, valamint balettet tanulhatnak a fiatalok. A helyi programokban a samis táncosok is részt vesznek, a Sárospataki központi épületet pedig díszbe öltöztették. Az intézmény vezetője azt mondja, ezzel is igyekeznek hangulatossá tenni iskolájukat. Fontosnak tartjuk, hogy mint művészeti iskola a néphagyomány igenis megjelenjen, és éppen ezért nálunk is jellemző már évről évre, hogy elkezdjük ilyenkor csinosítani az iskolánkat, a székhelyünket, feldíszítjük, előkerülnek a karácsonyi díszek, a karácsonyi angyalkák, és már felállításra került a karácsonyfa is, ami ezt az örömteljes várakozást egy kicsit elősegíti és pompázatosabbá teszi. Nagy a készülődés az iskolában, hiszen hamarosan adventi gála műsort adnak elő a fiatal táncosok. Ez a program már a hagyományos rendezvénye lett a művészeti iskolának, idén két helyszínen is megtartják majd. A Sárospataki az december 13-án kerül megrendezésre itt a művelődés házába délután 17:30-tól. Itt a Sárospatakon táncot tanuló néptáncosok, társastáncosok, modern táncosok és néptáncosok fognak kiskarácsonyi műsorra kedveskedni a meghívott vendégeinknek, szüleiknek, hozzátartozóiknak, és úgy gondolom, hogy mint minden éven most is káprázatos műsor vál majd az érdeklődő közönségre, és utána nem sokat kell várni, mert december 17-én pedig Cigándra utazik az egész tantestületünk, és ott segítjük az ottani pedagógusokat, hogy le tudják bonyolítani a szintén ugyanilyen két óra hosszúságúra terjesztő adventi műsort. Az adventi gála műsor arra is remek alkalom, hogy a tanulók bemutassák tudásukat, de közösségi esemény is, hiszen a tanárok és szülők egyeztetni tudnak gyermekük fejlődéséről is. A kórházba szállítást követően életét vesztette az az idős férfi, akit hétfőn délután gázolt el egy kis teherautó Sátoraljaújhely egyik gyalogátkelő helyén. A szerencsétlenség akkor történt, amikor az idős úr a vasútállomásról tartott hazafelé. Ugyanott másnap egy újabb baleset is történt, ekkor a kijelölt gyalogátkelőn tartózkodó személynek elsőbséget adó járműbe rohant bele egy másik autó, itt személyi sérülés viszont nem történt. Még látszanak a helyszínelés nyomai annak a Sátoraljaújhelyi gyalogátkelőnek a közelében, melyen közlekedési baleset történt hétfőn délután szürkületkor. Egy a vasútállomásról hazafelé tartó 74 éves férfit fékezés nélkül ütött el egy kis teherautó a zebrán. December 1-én Sátoraljaújhely Pataki út és Vasorút kereszteződésénél lévő kijelölt gyalogátkelő helyen a MÁV állomásról közlekedett egy 74 éves sátoraljaújhelyi lakos, aki a gyalogátkelő helyen szeretett volna áthaladni. Közlekedése során Sárospatak irányából egy Iveco típusú kis teherautó érkezett, aki nem biztosított továbbhaladási elsőbséget, elütötte. A helyszínen a bácsi súlyos sérüléseket szenvedett, majd a kórházba szállítás követően életét vesztette. A baleset körülményeit a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztálya szakértők bevonásával vizsgálja. A halálos kimenetelű baleset helyszínén másnap anyagi káros baleset történt. Információk szerint az idős úr egyik hozzátartozója a szerencsétlenség helyszínét tekintette meg, miközben a számára elsőbséget adó járműbe egy másik belerohant. A kijelölt gyalogátkelő hely előtt megálló személygépkocsi, aki az elsőbséget akar biztosítani a gyalogátkelő helyen áthaladni szándékozó személynek, megállt, és a mögötte közlekedő volán autóbusz a követési távolságban nem tartása miatt hátulról nekiütközött. Szerencsére ebben az esetben személysérülés nem történt. A rendőrség ismételten felhívja a gépjárművezetők figyelmét, hogy a megváltozott látási és útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek. A korai szürkületben nehezebben vehetőek észre a gyalogosok, de az is fontos, hogy a szélvédő mosó minden esetben üzemképes és feltöltött állapotban legyen, mert a változó időjárási körülmények között az autó első ablaka könnyen elkoszolódik, átláthatatlanná válik. Valószínűleg ez okozta a Sátoraljaújhelyi tragédiát is.
Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer egy-egy mondatban. A mozi digitális felújítására nyújt be pályázatot Sátoraljaújhely önkormányzata. Elkészült, a panelprogram keretében újítottak fel egy lakótömböt Sárospatakon. Jótékonykodás, televíziót kapott az Erzsébet Kórház szülésznőgyógyászati osztálya. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió híradóját látták. Híreinket újra megnézhetik, ha a www.zempléntv.hu weboldalra kattintanak. Ha pedig kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zemplintv@zemplintv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!